2022-ben az ősi székely kultúra ápolásáért és megőrzéséért, a hagyományos kismányoki székely búcsú szervezéséért Sebestyén Ádám díjban részesült Keresztes Andor esperes, Mária Gyűdi igazgató plébános, a Pécsi Egyházmegye székely referense. A bukovinai székelyek hagyományos búcsúját idén október 8-án tartották Kismányokon a Magyarok Nagyasszonya templomban. Hát nagyon egyszerűen élem meg a székelységemet, mert ez vele járója az életünknek. Ebbe születtünk, ebben nőttünk bele. A Sebestyén Ádám díjnak nagyon örültem, és nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy rám gondoltak, hiszen a Sebestyén Ádám bácsit, Kakasdi Kántor bácsit én még személyesen ismerhettem. Nagyon sok gyűjtése volt, nagyon sok minden régi értéket könyvformájában megörökített, énekeket, egyházi hagyományokat, Kakasdon indult el a betlehemezés is. Sebestyén Ádám bácsi egy közvetlen ember volt, kántorként élte Kakasdon az életét, összeszedte maga köré a fiatalokat, néptáncos csoportot alakított, hagyományőrző csoportot, ami mind a mai napig működik, nevéhez kötődik, és nagy-nagy tisztelettel vettük körül őt, életében is és halálában is méltón emlékezünk mindig róla. Hála Istennek, hogy különböző székelykörök működnek Tolna és Baranya megyébe. Nekem a feladatom lesz, mint referensnek ezek a székelyköröket meglátogatni, személyesen beszélgetni velük, az éves programokat átbeszélni, mind a Mária Gyüdi búcsút, mert két pilléren áll a Mária Gyüdi búcsú és a Kismányoki búcsú, meg ami köztük van a saját ünnepeiket, például Nagymányokon, Kismányokon, Bonyhádon, hogy ennek én is szerves részese szeretnék lenni, amennyire időm és energiám engedi. Ami nehézség a fiatalokat összehozni, mert elszármaztak ők is a falvakból, családból kirepültek, új életet kezdtek, és ahol működött eddig sok a néptánc, az a kis közösség, amelyben ők voltak, azok most felbomlóban vannak, mert nincsenek itt. A jövő nemzedékét megszólítani és elültetni a szívükbe ezt a székely, bukovinai székely hagyományt, hogy erre büszkék legyenek és az életük részeivé váljon, ez nem könnyű feladat. Úgy kezdődött, hogy én Tolnán voltam plébános. És az országos 10. székely találkozót Kakasdon rendeztük meg. Kakasd akkor hozzám tartozott, én jártam ki Kakasdra, mert akkor nem volt papja, és 2 éven keresztül Tolnáról mentem minden nap Kakasdra is. Ott indult el 2005-ben egy mélyebb ismeretség, mélyebb barátságok. Az akkori elnökkel, egyházközség elnökkel, Sebestyén Anti bácsival rendeztük meg ezt a székely találkozót, és azóta, hogy Kismányokon is megrendezésre került, ami már hagyományos búcsúként, általában én a gyalogos zarándoklaton veszek részt Bonyhától Kismányokig. Hála Istennek a kismányoki közösség ugye Tiborral, Illés Tiborral annyira megerősödött, hogy ilyen apróbb szervezési munkák már nem rám tartoznak, de magát az ünnepet leülünk, megbeszéljük, vendégek fogadását, szentmisét, és én inkább a gyalogos zarándoklaton voltam most jelen jobban. Ez egy új dolog. A mostani püspökünk, Felföldi László nevezett engem ki, mivel látta, hogy itt Mária Gyüdön is, és Kismányokon is, meg így a székelységben én voltam jobban jelen. Én vagyok még az a generáció, aki az öregek mellett élt, élnek bennem a hagyományok, sok mindenre emlékezem, talán nálunk Kisdorogon mélyebben megvoltak ezek a székely gyökerek élve, ápolva, és
ezért látta jónak, hogy legyen a székelyeknek is egy referensük, mert a sváboknak is, a németeknek is van referense egyházi oldalról, ki összefogja az ott való közösségeket, és a horvát származásúaknak is van. És az a csodálatos, hogy mind a három nemzetiség ide összpontosul Máriagyüdre, mert mind a három nemzetiségnek itt vannak a fő bucsújai. Fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, mik a gyökereink, és hova tartunk, mik az értékeink. És azért fontos, hogy megvalljuk ezt, hogy kimondjuk és vállaljuk ezt a világ fele is, hogy igen, mi katolikusok vagyunk, keresztények, székelyek, svábok, felvidékiek, horvátok, mert ez hozzánk tartozik, a mi egyéniségünkhöz. És ki vállalja, ha mi nem? Viszonylag most Máriagyüdön egy csendes időszak következik, de még mozgalmas az advent is nálunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember a békéért imádkozik. Ezt érezzük a saját bőrünkön, az árak emelkedésén, mint a boltban, mind a gáz, villanyáraknak a fölemelésében, ami a háborúnak a következménye. Beszélnek arról, hogy városszerte majd a közvilágítást is le fogják kapcsolni. Beszéltünk a polgármester úrral, hogy ezt az adventet mégis városi szinten, hogy tartsuk-e meg. És akkor mondtam, hogy igen, szerényebb formába, de legyünk jelen az emberek életébe, világítsunk, és én úgy gondolom, hogy most egy kicsit az advent visszanyeri az értelmét. Mert mi ezekkel a vásárokkal, a külső csillogásokkal úgy elfedtük a mi emberi sötétségeinket is, és egy kicsit az adventnek a csendességét is megtörtük. Ez a 4 hét az egyházban mindig egy kis önvizsgálat ideje. Egy születésre készülünk karácsonykor. Nem mindegy, hogy az ünnep által mi születik meg bennünk, ki születik meg bennünk. És ez jó egy kicsit az ember, hogy a világtól egy kicsit lecsendesedve érkezzen meg az ünnepbe, hogy ne úgy beessünk az ünnepbe, vagy átessük rajta, hanem megérkezzünk az ünnepbe. Most az adventnek ez a várakozás ideje, a 4 hét, ez erre szolgálna. Ugye az egyház mindig jelképekbe gondolkodik. Most az adventi koszorú, ha így megnézitek, az emberi teljességet mutatja számunkra, mert a koszorú a zöld, a remény színe. A lila szín, a bűnbánat színe, és van egy rózsaszín, vagy fehér, az az öröm színe. Hát nem létezik emberi élet se bűnbánat, remény és öröm nélkül. És ez egy kicsi megérkezést ad, kicsi vagy lelassulást az életbe, ez az adventi idő, és ezt ki kell használni önmagunk miatt, hogy tudjunk ünnepelni, ne kifele a külsőségekben, hanem kicsit belül ünnepeljünk. S talán ez a csendesség, ez a békétlen időszak, talán egy kicsit így lesz megnyugvásunkra.